Az Etikai Stúdió adásának vendégei dr. Rashwan Mohamed, egyiptomi születésű filozófus, aki Magyarországon él, és iszlám szakértő. Dr. Bányai László, aki politológus és közel-kelet szakértő. A műsorunk a közel-keleti terrorcselekményekről szól, illetve ezeknek a lélektani hátteréről. Én egy nagyon egyszerű kérdést szeretnék föltenni, és ezt öntől kérdezem először, mert hiszen ön arab, ön iszlám szakértő, ön ebben a környezetben nőtt föl. Mi vezet az embereket olyan esztelen cselekedethez, ami legalábbis a mi szemünkben esztelen cselekedet, hogy például belerepülnek egy felhőkarcolóba, és elpusztítanak egy repülőgépet, és elpusztítanak egy felhőkarcolót, és ezzel tömeges halált hoznak létre, miközben maguk is meghalnak? A fanatizmus és a terrorizmus, mint jelenség, több tényezője van. Első fontos tényező ebben a fajta cselekedetben, hogy az iszlám, mint vallás képes teremteni olyan fajta fanatizmus, ami a több közel-keleti vallások, mint a kereszténység, a zsidóság nem képes teremteni. Az iszlám alapvetően benne az a mártírság, mint a fogalom. És a mártírság nagyon korlátozott fogalom. A mártírság ez jelent, hogy iszlámért kell pusztítani az ellenséget. És ha nézünk közel-keleten, a legtöbb fanatista és szélsőséges szervezetek, mint a dzsihád, Hamas, Jamaa al-Islamiyya, Ikhwan al-Muslimin, Al-Aqsa Martiriai, vagy Shuhada Al-Aqsa Arabul, ez mind ezek a szélsőséges szervezetek, vallás alapú szervezetek. Az iszlám nem ment át ez a fajta felvilágosodás, amit ment át keresztül a zsidóság vagy a kereszténység. Ezért lehet érezni mennyire képes ez a vallás mozdítani és irányítani a tömegeket közel-keleten. Valamivel több mint két héttel ezelőtt volt egy nagyon véres merénylet Izraelben egy biliárdszalon ellen, ahol nagyon sokan meghaltak. És a világ azt várta, hogy Izrael visszavág. De ez alkalommal nem történt visszaütés. Ez megnyugtatta a kedélyeket, hiszen például a mostani napokban újabb és újabb merénylet kísérletekről érkezik jelentés, és sikeres merényletekről is. A kedélyeket az a tény, hogy Izrael nem vágott vissza a rezolúcióni kaszinóban elkövetett súlyos áldozatokkal járó merényletek egyáltalában nem nyugtatta meg. Nem nyugtatta meg azt sem, hogy Yasser Arafat azt vállalta, hogy utasítást adott a biztonsági erőinek, hogy akadályozzanak meg minden terrorcselekményt. Nem nyugtatta meg azt sem a kedélyeket, hogy Yasser Arafat terrorcselekményként ítélte el, tegyük hozzá elsősorban Egyesült Államok nyomására ezt a cselekedetet. Azóta is több terrorcselekmény történt. A múlt vasárnap a Netanyahu piacon robbant egy öngyilkos merénylő, az azt követően Afula észak-izraeli város környékén egy útkereszteződésben robbant fel egy öngyilkos merénylő. A napokban Rishon LeZionban robbantott ismét egy öngyilkos merénylő. A napokban a
Tel Aviv és Herzliya határán egy üzemanyag telepen akartak egy óriási méretű robbantást tenni. A terrorhullám Yasser Arafat minden ígérete és elítélése ellenére változatlanul folyik tovább. Most itt van egy érdekes jelenség, hogy mennyire lehet hitelt adni Yasser Arafat ezen ígéreteinek. A terror cselekmények döntő többségét a Arafat szervezete, az Al-Aqsa mártírjai vállalták magukra. Tehát miközben Yasser Arafat elítélte a merényleteket, azon közben minden alkalommal a saját szervezete magára vállalja a merényleteket. Azt lehet tehát mondani, hogy igen erős kétség merül fel azzal kapcsolatosan, hogy amit Yasser Arafat mond, azt be is tartja, gyakorlatilag nem tartja be, és ezért folytatódik a terrorhullám. Ki Yasser Arafat? Az elég érdekes kérdés. A Yasser Arafat, ha sommáson akarunk róla valamit mondani, első ízben mellékesen szeretnék mondani, hogy Yasser Arafat igazi neve, nem az, aki mindenki ismeri Yasser Arafat, hanem Rahman Rauf al-Husseini, Amin al-Husseini, a főmufti egyik rokona. És 1951, amikor kerülti Egyiptomba, Kairó Egyetemen mérnöki diplomát akart szerezni, változtatta a nevét. Ez mellékesen szeretnék említeni. Nem mellékes ez a szál, amit most felvetett, hiszen Husseini főmufti Hitlernek volt közeli szövetségese, és hosszú-hosszú éveken keresztül fejtett ki izrael ellenes, illetve a zsidó ellenes propagandát náci Németországból kiindulva, illetve a terrorcselekményeket is szerveztek már akkor Hitler támogatásával. Én mondtam mellékesen azért ahhoz képest... Ez persze, hogy a meglep a tény, erre nem is gondoltam, hogy itt egy ilyen családi összefonódás van. Igen, mellékesen olyan értelemben, hogy utána, hogy milyen figura lett belőle, mint politikus és mint gerilla harcos, ez kevés, ez mellékes tényleg, hogy változtatta a nevét, és Amin al-Husseinihoz tartozik, de Yasser Arafat ami lényegesen, mint mi eredeti neve, hogy mennyire tehetséges politikus, és mennyire tud akadályozni, vagy nem akadályozni a terrorista merényleteket az autonómia területekben, úgy Izraelben. Véleményem szerint Yasser Arafat, aki több ízben változtatta az állásfoglalását, ami nem baj, ha pozitív értelemben, de sajnos nem így van. Yasser Arafat olyan ember, aki nem képes se korlátozni, se semlegesíteni a terrorizmus Palesztinában, vagy a megszállott területekben, vagy a autonómia területekben. Yasser Arafat, amikor kiderül, hogy nem képes korlátban tartani ezeket a szervezeteket, a szélsőséges szervezeteket, olyan másfajta taktikát használta. Olyan osszajátszás történik és történt a terrorista szervezetekkel, amit érdemes említeni. Tudni illik,
Tudni illik, hogy az Aksa Martirial Suhada el-Aksa nevezetű szervezet, ez Fethból jött létre. Feth az Yasser Arafat szervezete. És a legtöbb ember, akit Izrael fogta, vagy kiderült, hogy van kapcsolat a terrorizmussal, kiderült, hogy Yasser Arafat testőreiből való. A második, hogy Yasser Arafat nyilvánosság előtt beszél a békáról, beszél a lehetőségekről, hátul összejátszik ezzel a szervezetekkel. Hát egy tanzim, Hamas katonai szárnya, egy tanzim, több tagja a kapcsolatban áll Yasser Arafattal, szoros kapcsolat áll Yasser Arafattal. Olyan figurával állunk szemben, aki nem képes se békét teremteni ebben a úgynevezett autonómia területekben, se korlátozni ezeket a szervezeteket, és amikor ő tiszta volt abban, hogy nem tud ezt tenni, ezért meggyengült. A Yasser Arafat jelenleg pozíciója elég gyenge. Ő ezzel játszol, hogy nem próbálom korlátozni, ellenkezőleg próbálom velük menni, hát ha erősít ez a helyzetét. Egyszerű kérdést tettem föl, azt, hogy ki Yasser Arafat, és a válaszból kiderült, hogy rendkívül sok ágaboga van ennek a kérdésnek, részben Yasser Arafat eredetét, családi kapcsolatait, illetőleg politikai irányultságát tekintve. Úgy tűnik, mintha Yasser Arafat szerepjátékos lenne, gyakorlatilag ezt régóta megfigyelték, hogy az angol nyelvű szövegeit és az arab nyelvű szövegeit még csak rokonságba se lehet hozni egymással. Az egyikben olajágat tart a kezében, a másikban géppisztolyt. Ha valaki ezt meg tudja tenni, és ezt eredményesen meg tudja tenni, európai politikában ezt ugye nem fogadják el, de azt el kell mondani, hogy egy ilyenfajta színészi képesség, hogy szinte a testbeszédét is meg tudja változtatni. Amikor arabul beszél, akkor rendkívül arrogáns és kihívó testbeszédet mutat a szónoki emelvényen. Amikor angolul beszél, akkor rendkívül békebarát testbeszéde van. Aki ilyen magas szinten képes, mondjuk így az orránál fogva vezetni az újságírókat, a nemzetközi sajtót, sőt, hát azt hiszem egészen addig elmehetek, hogy a Nobel-díj, Békedíj bizottságot is, azt kell, hogy mondjam, hogy hát egy rendkívüli emberről van szó. Ön ezzel egyetért? Igen, én azt mondom, hogy valóban nagyon ügyes politikus, azt gondolom, hogy kezdettől fogva kettős játékot űzött, amit említett, hogy az angol nyelvű szövegei és az arab nyelvű szövegei homlok egyenest ellent mondanak egymásnak. Ő felfedezte azt, hogy a saját politikai céljait csak a nyugat közelműködésével érheti el. Kitapogatta a maga érzékszerveivel, hogy nem mondjam csápjaival, hogy mi az, amit a nyugat tulajdonképpen hallani akar, és megfogalmazott egy olyan angol nyelven közé teendő álláspontot, amelyet a nyugat hallani akar tőle ahhoz, hogy ő a nyugat támogatását megszerezze. Ez milyen sikeres volt, például az intifádá, amit én felőlő terrorháborúnak nevezek magyarul, azt, és nem fegyveres felkelésnek, mert annak fő célpontjai Izrael polgári, elsősorban polgári lakossága. Attól kezdve minden hónapban óriási mennyiségű pénzösszegeket kapnak az Európai Uniótól, amely pénzösszegeknek egy jelentős részét, Yasser Arafat fegyverekre fordítja. Na most van ez Arafatnak ez a kettős nyelvezete, tehát amely angolul ez a békülékenyebb hangnem, ezen a nyelven, ha kell, akkor arabul is elmondja ugyanezt, de azért a követői tudják, hogy ő azt nem mondja komolyan, tehát amikor elítéli ezeket a terrorcselekményeket,
Ugyanakkor arabul, tehát arabul megnézzük az írásait, a beszédeit, abból egy egész más kép bontakozik ki. És itt térnék arra vissza az előző kérdésre, hogy nem, miről van itt szó tulajdonképpen, ez a terror szívósan fennmarad, nem nyugtatta le a kedélyeket az, hogy Izrael nem válaszolt a risonlecioni robbantásra. Arra a kérdése, hogy vajon nem tudja-e a terrort felszámolni, vagy pedig nem akarja-e a terrort felszámolni. És ha az ember megnézi az arab szövegeket, ott szó sincs arról, hogy a terrort fel akarná számolni, ott szó van mártíromságról, arról, hogy ő meg akar halni az iszlám szabályai és törvényei alapján, arról, hogy Izrael állam nem maradhat fent, arról, hogy a háborút végig kell vívni, és ezek a szövegek arról tanúskodnak, hogy ő egyáltalában nem akar békét kötni. Nála a béke az csak egy taktikai eszköz arra, hogy stratégiai célját, Izrael állam felszámolását elérje. Egyébként az a kérdés, hogy nem tudja, vagy nem akarja, az bizonyos szempontból nagyon fontos, de a végcél szempontjából kevésbé játszik jelentőséget, hiszen mind a kettő lehetetlenné teszi azt, hogy egy béketárgyaláson partnerként szerepelhessen, hiszen ha nem akarja, akkor nincs is szó béketárgyalásokról, ha pedig nem tudja, akkor nincs értelme olyan személlyel békét kötni, aki nem tudja az akaratát véghez vinni. De ismétlen nem az utóbbiról van szó, hanem az előbbiről, Yasser Arafat nem akarja megállítani a terrortámadásokat. Egy nagyon különös eseménynek voltunk heteken keresztül a szemtanúi. Azt, hogy egy katonai gyűrű vette körül Betlehembe az úgynevezett születés templomát, a kereszténység egyik szent helyét, és ekkor derült ki, hogy abban a templom együttesben palesztinok is vannak. Hogy kerültek oda a palesztinok? Tehát a kereszténység szent helyére, amelyik Jézus születésének a színhelye, hogyan kerültek oda a palesztin vezetők, illetve olyanok, akik most már az azóta megszületett egyezmény értelmében különböző európai országokba lettek szétosztva, és ott kerültek őrizet alá. Hogyan kerültek ők a betlehemi születéstemplomába? Ez rendkívüli ravaszhozás volt, de amikor több mint 150 fegyveres ott talált menedéket ebben a születéstemplomban. Itt volt a ravasz számítás tőlük, és sajnos bejött. Mert nekik is sikerült nekik elmenekülni végül. Na, ez a számítás volt a következő, hogy ott van olyan templom, ami a keresztények számára különleges jelentősége van. És ha izraeli katonák, akik mentek utánuk és akartak fogni ezeket az embereket, képesek, vagy mertek rájuk lönni, vagy behatolni a templomban, hát akkor a nemzetközi közvéleménye sokat jelent, és lehet használni, mint propaganda anyagot Izrael ellen. És az izraeliek rájöttek rögtön, hogy miről van szó. És választottak, hogy maradnak kint maradnak, és próbálnak körbe venni ezt a templomot, és várnak. Na most ez szeretnék említeni, hogy ez mi mentalitásunkhoz tartozik, az a fajta magatartás. Hogy miközben tudunk jól, hogy ha bemegyek ebben a templomban, és fegyverrel, és jönni utána valaki, ez is fegyverrel, és harc fog alakulni közöttünk, ez mit jelent?
ez mit jelent? Az jelenti, hogy egész tömbölöm aranyba fog dőlni. De ez nem érdekelt nekik. Ez mentalitásról van szó, hogy ez szent hely, ez keresztény szent hely, vagy ajaltalan szent hely, ez nekik nem érdekelt. És mi történik utána, ez nekik sem érdekelt. És hála jó Istennek, nem lett nagy baj, nem sikerült nekik, hogy... És próbáltak provokálni közben, így hónapon át, próbáltak provokálni harcot, hogy az izraeli katonák, akik kint vártak rájuk lenni, hogy visszavonulnak a tűzt, de hála jó Istennek nem sikerült. Végül oda mentek, ezért ez ahogy említettem, az ravasz számítás volt. Olyan esetben, ha izraeliek támadnak rájuk, akkor a nemzetközi közvélemény előtt, hát az izraeliek a bűnösök, hát és ha nem támadnak rájuk, akkor sikerült elmenekülni. És ahogy látunk, sajnos ehelyett, hogy ezek az emberek kerülnek a börtönbe, ketten Olaszországba mentek, a más ketten Spanyolország, egy Belgiumba, második nem tudom hova. Elényeg, hogy 13 ember helyett, hogy most börtönben vannak, kerültek Nyugatországokba. Ez a számítás, ez elég ravasz számítás volt, és végül sikerült nekik. Lehet azt mondani, hogy a palesztinoknak a taktikáját és stratégiáját egy előre eltervezett agytrözt irányítja, amelyiknek propagandagépezete van, amelyik világszerte palesztinbarát megmozdulásokat szervez, és a palesztin ügyet ilyen-olyan amolyan fénybe állítja be, és mondhatni így, hogy minthogyha egy árucik lenne, csinál egy nagy palesztinbarát marketinget? Hát az biztos, hogy a palesztinok a saját politikájukat előre megtervezik. Tehát itt szerintem ez a születés templomában lezajlott esemény is nagyon jól mutatja, hogy a kolléga bemutatta, hogy ez egy előre eltervezett akció volt, egy provokáció volt, ahol nem csak egyszerűen azt akarták elérni, hogy az izraeliek bemenjenek, és vagy belőjenek, vagy lerombolják a templomot. De volt egy olyan eset is, hogy az egyik palesztin fegyveres fel akarta gyújtani a születés temploma melletti Ferenc és Rendi kolostort. És akkor tűzharc keletkezett, és az izraeliek akadályozták meg, hogy a Ferenc és Rendi kolostort a palesztin felgyújtsa. A tömegkommunikációban ez úgy jelent meg, hogy az izraeliek fel akarták, tehát ez palesztin állítás volt, hogy az izraeliek fel akarták gyűjteni a Ferences Rendi kolostort, ez a szerencsétlen palesztin fegyveres ezt meg akarta akadályozni, de őt lelőtték. Bocsássak még, ez hogyan lehet ez bizonyítani? Hogy nem úgy volt. Hát ez történt. Hogy akartak. Fel akarta gyújtani. Izraeliek azt állítják, hogy a palesztin fel akarta gyújtani a Ferences Rendi kolostort. De a palesztinok állítanak, hogy nem. A palesztinok azt állítják, ők azt állítják, hogy az izraeliek akarták felgyújtani, ez a palesztin fegyveres pedig megpróbálta megakadályozni. A kérdés persze az, hogy miért nem égett le a Ferences Rendi kolostort. Mert hogyha az izraeliek fel akarták volna gyújtani, és ezt a személy megpróbálta megakadályozni, és lelőtték, akkor ma már a Ferences Rendi kolostornak a por és hamu kellene, hogy legyen. De mivel a Ferences Rendi kolostor továbbra is áll, és én tudom, hogy ha izraeliek valamit akarnak, akkor azt meg is csinálják. Na most természetesen a saját politikájukat logikusan és észszerűen irányítják. Ebben a politikájuk... Bocsánat, igen, logikusan irányítják kik? Az izraeliek vagy a palesztinok? Nem, a palesztinok maguk. Igen, köszönöm. A palesztinok maguk. Nagyon sok okos
jó stratéga és jó taktika van, én szerintem a palesztinoknál. Nabil Shahat például az egyike, aki egy... Shahat, igen. Egy Shahat, hogy így mondják? Igen, igen. Nabil Shahat, aki egy nagyon értelmes, nagyon okos, és nagyon, nagyon tudja, hogy mit és hogyan kell mondani. Na most itt van egy másik vetülete ennek a dolognak. Nevezetesen, hogy ők számolnak azzal, hogy valamiképpen az európai tömegkommunikáció és az európai politika kedvező számukra. Meg kell nézni ezt a születéstemploma ügyet, hogy a tömegkommunikációban, és ez itt nincs kivétel a magyar és az európai tömegkommunikációban, a palesztin fegyveresek menedéket leltek, ahogy ön is mondta, a születéstemplomában, mint valamilyen támadás elől oltalmat keresve. Valójában ezek fegyveresek voltak, akik nem menedéket leltek, hanem fegyverrel vették be a születéstemplomát, az ott lakó polgári, ott tartózkodó polgári palesztin személyeket túlszulejtették, és nem engedték meg nekik, hogy egy hónapon keresztül elhagyják a születéstemplomát. Egyszer a CNN-en láttam egy ilyen filmfelvételt, amit az izraeli hadsereg készített egy Zeppelinről a születéstemploma felett, ahogy egy fiatal fiú megpróbál megszökni a templomból egy palesztin. Fölmegy a templom falára, és igyekszik átalvetni magát a kerítésen. Egy fegyveres utána megy, leláncigálja, ütlegeli, és úgy viszi vissza a templomba. Tehát itt polgári személyeket tartottak fogva. Az elmenekült ferencesrendi szerzetesek pedig azt állították, hogy rendszeresen ütlegelték a fegyveresek az bentartózkodó személyeket, nem engedték, hogy elhagyják a templomot. Ők is csak az izraeli katonák segítségével tudtak megszökni. És egyéb károkat is okoztak a templomnak. Ennek ellenére a nyugati sajtó mégis valamilyen módon az izraelieket kárhoztatta ezért. Tehát úgy néz ki, hogy szívesebben adnak hírt mondjuk egy nyugati tömegkommunikációban egy izraeli elítélendő cselekedetről, mint egy palesztinról, és ezek erre a palesztinok számítanak, és ezt számításba is veszik. Most kérnék szépen tőled egy időt. Nézd meg, légy szíves, hány percek vagyunk. Óriási pénzekről van szó. Szóval, hogyha végig gondolja valaki, hogy mibe kerül egy hajórakományi robbanóanyag és fegyver, a Karin A nevezetű hajóra gondolok, amit a Vörös-tengeren állítottak meg és fogtak el. Hát fölvetődik a kérdés, hogy ezt kivette, milyen pénzből vették, hogy ezeket a megmozdulásokat, hogy ezt az egész infrastruktúrát milyen pénzből működtetik. Fölvetődött már ez a kérdés az Al-Qaidával kapcsolatban. És fölvetődött úgy is, hogy mindennek a hátterében az arab olajpénzek vannak, és hogy a nyugati sajtó arab barátságának, vagy palesztin barátságának van egy kézzelfogható oka is. Az, hogy bizonyos embereknek anyagi érdeke fűződik hozzá, hogy így legyenek a hírek beállítva. Elképzelhető ez? És térjünk vissza az alapkérdéshez is, honnan van mindenre pénz? A mostani védőpajzs akcióban az izraeliek számos dokumentumot foglaltak le, amelyből támogatást élvez, még az iszlám dzsihád tudomásom szerint Iránból kapja a pénzügyi támogatást. De jelentős pénzösszegeket kapnak a palesztinok Európából. Tehát az Európai Uniótól. Na most a dolog érdekessége az, hogy a palesztin területen totálisan hiányzik egy olyan apparátus, ami lehetővé tenni azt, hogy ezeket a pénzeket arra a célra költsék el, amire a pénzeket adták. A pénz túlnyomó része az fegyvervásárlásra ment. Többek között a Karin A
hajónak a megvételére, amely Iránból vásárolt stratégiai fegyvereket a palesztin autonómia hatóság számára. Na most teljesen nyilvánvaló, hogy ekkora, azt hiszem, hogy 100 000 dollár értékben vásároltak fegyvereket. Ilyen mennyiségű fegyvert Yasser Arafat utasítása nélkül semmiképpen sem szerezhettek volna be. Egyébként is a dokumentumokon a Fuad Shubaki nak a neve szerepel, aki Yasser Arafat közvetlen alárendeltje. Tehát nyilvánvaló, hogy Yasser Arafat rendelte ezeket a fegyvereket. Én annyit tennék hozzá, hogy ezek a fegyverek olyanok, amelyek abszolút tiltottak az oszlói megállapodás szerint, és olyan hatótávolságú fegyverekről van szó, amely izraeli városokat lehetett felelni. Bocsásson, még én szeretnék ellenmondani dr. Laszlónak, hogy nem lehet határozni, hogy a anyagi támogatás, László, konkrétan honnan jön. Összefonódások és a anyagi finanszírozás, ez sokat, de sokat bonyolultabb. Ez az állítás, hogy mondjunk egy zsihád támogatás Szaúd-Arábiától, mondjunk kizárólag ez. Nem, a Hamas. Hamas, vagy el-Jihad kap innen támogatás, és hogy a dolog kicsit bonyolultabb. Én személyes tapasztalataim szerint, ismétlem személyes tapasztalataim szerint, hogy a legnagyobb anyagi támogatás ennek a szervezeteknek, Szaúd-Arábia, Irán mellett, Irak anyagi támogatás, lényeges anyagi támogatást nem tud adni, hiszen a gazdasági helyzet elég keserves. De a legnagyobb anyagi támogatás, hiszi, ha nem hiszi, Nagy-Britanniától és United States-tól, Egyesült Államoktól, ez az iszlám közösség, ez a hatalmas iszlám közösség, aki ott él. Egyesült Államokban 7 millió muzulmán, aki támogat ezeket a szervezeteket. Nagy-Britanniában 4,5 millió muzulmán ott él, hatalmas összegek ott ebből a két országból szokott vandorolni és átmenni ennek a szervezeteknek. Tehát tulajdonképpen mind a két részről, tehát a nyugati világból ilyen kegyességi és jótékonysági alapítványokon keresztül folyik be a pénz, tehát Nyugat-Európából és az Egyesült Államokból, de ugyanakkor ugye a másik része ez pedig az arab államokból, az arab összefogásból. Én akartam aláhúzni, hogy a kép bonyolultabb ezek a szervezetek, mint a Hamas is hallotta biztos, hogy múlt héten volt a találkozás Hamas és el-Jihad és Hezbollah között, hogy próbálnak valamiféle együttműködés tervet és stratégiát csinálni. Itt még egy-két mondat, hogy mondjak itt a Arafatnak a kétnyelvűségére és a Janus arcára hivatkozva, hogy amikor a madridi találkozó volt 1992-ben, 91-92, nem emlékszem pontosan, amire ugye a PFS elküldte, lehet, hogy a washingtoni találkozó volt. Akkor itt ezt most álljunk meg. Most egy kicsit ez problémás, és folytassuk ott, ahol te abba hagytad. Én az előző kérdést kiegészítettem azzal, hogy elképzelhető-e, vannak-e arra jelek, hogy ez a pénz, ez tovább kerül a nyugat-európai tömegkommunikációhoz, és vannak emberek, akiknek komoly anyagi érdekük fűződik a palesztin barát álláspont terjesztéséhez, vagy mondjuk így arab barát, vagy muszlim barát álláspont terjesztéséhez. És azért is igazítottam ki magamat, mert az utóbbi 5-6-7-8 évben nagyon
sikeressé vált az Al Jazeera tévéállomás, amelyik elvileg a katari emír tulajdonában van. De a katari emírség tulajdonában van, de egyúttal az összarab ügyet mutatja be, és például valaki elemezte ennek a látszólagos CNN-típusú hírtelevíziónak a nyelvezetét, akkor, amikor egy izraelit gyilkolnak meg palesztinok, akkor azt mondják, hogy palesztinok által megölt izraeli. És csak ez a kifejezés szerepel. Ha fordítva történik, tehát, hogy izraeliek arabot ölnek meg, akkor akár maga robbantotta föl magát, akár harcba lőtték le, akár bármi más történt, mindig mártírnak nevezik. Nyilvánvalóan egy ilyen Al Jazeera típusú televízió, amelyik mondjuk híressé, igazán híressé az Al-Qaida ügyek kapcsán vált, és akkor vált nemzetközileg olyan nagyon ismerté, és az Osama Bin Laden interjúk révén lett világhíres, hiszen ezeket az interjúkat ők készítették és vették át. Itt azért az embernek végig van egy olyan érzése, hogy itt mondjuk két feneke van a doboznak, és itt azért egy kettős játék folyik. Igen. Nyilvánvalóan a összefonódások, ahogy említettem, elég bonyolultak. Tudnék olyan országokban, ahol és ez elég érdekes, legalább átlag magyar ember számára ezt fogok mondani, hogy olyan országok, ahol erős kötődése van a nyugathoz, erős olyan hatalmak, mint olyan monarchiák, mint Szaúd-Arábiában, Kuwaitban, Katar, Arab Emirátus, elég nagyobb támogatás adnak olyan szervezeteknek, mint a Jihad, Hamas, a Tanzim, Shuhada al-Aqsa, a Jamaa al-Islamiyya, a Ikhwan al-Muslimin. Tudok sorolni végig több mint 20 szervezet, amit onnan kapnak támogatás érdekes módon olyan országoktól, ami a nyugat és konkrétan Egyesült Államok támogatja és mellette áll, mint a Szaúd-Arábia, Kuwait, Arab Emirátus, Marokkó, Jordánia. Onnan hát elég, hogy mondom, hogy a Jamaa al-Islamiyya és az Ikhwan al-Muslimin egyik két nagyon veszélyes fanatista szervezet Egyiptomból indult. Egyiptomból, ami Egyiptom évente $3 milliárd kap támogatás Egyesült Államoktól. Ezért anyagi és a gazdasági összefonódások ezek a szervezetek ezzel a szervezetekkel elég érdekesek. Itt említettem, hogy a nyugaton, ahol hatalmas iszlám közösség van, több 100 millió dollár évente kapnak Franciaországtól, Németországtól, Nagy-Britanniától, Egyesült Államoktól. És bocsánat, itt egy kiegészítést kell tennem, illetve egy pontosítást, itt nem állami összegről van szó. Nem iszlám közösség, aki él a pénzeket, ott, hanem az ott élő, ott működő iszlám közösségek. Ez egy fontos különbségtevés, hiszen ez nyilvánvalóan nem Angliának, vagy Franciaországnak, vagy az Egyesült Államoknak a hivatalos politikája, bár nyilvánvaló az is, hogy az ott élő arab közösség tagjai, akik sok millióan vannak, egyúttal szavazópolgárok is, tehát annak az államnak is állampolgárai, tehát valamilyen módon őket is figyelembe veszi az állami politika.
Pontosan, és 10 évvel ezelőtt, amikor voltam utoljára Nagy-Britanniában, én tudom, hogy top 100 font küldenek például Hamasnek, de tudtam is 10 évvel ezelőtt, hogy a brit miniszterelnök és a brit kabinet tudja, hogy van hatalmas összegek küldenek onnan a bankok keresztül és átutalásuk keresztül. Mennyire képesek voltak akadályozni ez kérdéses. Feltételezhető egyébként, hogy nyugat-európai tömegkommunikációs részesülhet ezekből az összegekből. Konkrét bizonyítékokkal nem tudok előállni, de nyilvánvaló, hogy itt tulajdonosi összefonódások is vannak. Tehát, hogy egy nyugati tömegkommunikációs cégnek vannak arab országból származó tulajdonosai is, és például a CNN-en is az utóbbi időben, amikor már a védőpajzs hadművelet befejeződött, és Yasser Arafat kijött a Ramallahi fogságából, és ahogy végignézte, hogy mi történt a birodalmában, és a CNN kamerája végig kísérte ezzel, már csak a pusztítást mutatták be, amit az izraeliek okoztak, és már szó sem volt arról, hogy végül is ezt a védőpajzs hadműveletet mi váltotta ki, tehát miért kellett a védőpajzs hadműveletet elindítani, és ott a palesztin terrorizmus felszámolásáért. Igen, az előzményeket már teljesen negligálták, ugyancsak bemutattak így valóságosan is létező palesztin tragédiákat, mint egy fiatal asszony, aki elveszítette a gyermekét, amiatt, hogy a többféle izraeli őrposzton a mentőautónak meg kellett állnia, hogy a katonák átvizsgálják, míg a harmadik őrposzthoz elérkezett, addigra meghalt a gyerek. Tehát szabályosan létező emberi tragédiákat. A riportból ugyanakkor kimaradt az, hogy a palesztinok módszeresen használták fel a mentőautókat arra, hogy hadieszközöket, robbanóanyagot, öngyilkos merényletekhez szükséges robbanó övet szállítsanak, és ezt már elfelejtették megemlíteni. Ugyanakkor az is hiányzott, hogy gyakorlatilag ezzel a védőpajzs hadműveletre miért volt szükség. Igen. Tehát az egyoldalú beállítás, ami én is dolgozom tömegkommunikációban, a hátterét a dolognak az embernek még egy riportban is meg kell adnia, hogy a néző, illetve a hallgató ezzel ennek tudatában legyen. És nem tudom azt elképzelni, hogy egy ilyen CNN riporter nem tudja, hogy ennek a hátterében mi van, ugyanakkor mégsem említi. Ezek olyan dolgok, amit azért határozottan elgondolkodják az ember. Bocsásson még, ez érthető. Ezért tudnia kell, hogy a tömegkommunikációban bizonyos sztereotípiák vannak. Mondom miért. Ez arról szeretnék mondani, hogy bizonyos sztereotípia tömegkommunikációban van, hogy itt van, ott van áldozat, és itt van gyilkos. Ott van gyenge oldal, és van nagyon rendkívüli erős oldal. Ami látszólag igaz, hiszen az izraelieknek elég erősebb hadsereg közel-keleten, szamba száll olyan névvel, azaz a tömegkommunikáció. Ez a tömegkommunikáció egyik fontos elem benne ebben a kérdésben, amikor vetítenek az átlag ember számára, hogy így van egyik oldal, ami rendkívüli erős hadserege van, és van más oldal, aki semmije sincsen, és enni fegyvere van, gépboskák, és civilek, és öngyilkos merélletek. Ez is magyaráznak, hogy miért öngyilkos merélet, ezért a keserűség, a reménytelenség, stb. A lényeg, hogy
Én akartam mondani, hogy ez egy törvénytöblek, merre felé halad, hogy mindig a látszat, hogy hol van agresszor, hol van áldozat, hol van a gyenge, hol van a erős. És általában erre koncentrálnak, amikor a áldozat, ami látszólag áldozat, a valasztin ember, mi történik vele, ezért erre koncentrálnak. Természetesen, hogy ez helyes, nem helyes, ez megfelel a valóságnak, vagy nem, ez más kérdés. Csak akartam mondani, hogy a tuma kommunikáció bizonyos motívum szoktak ismétlődni. Bocsásomok, hogy félbeszakítottam. Egy pillanat, akkor most maradjunk abba, hogy gyakorlatilag zárd le, és ez a vége. Igen, én elfogadom, amit mond, ez tényleg valóban csak a látszat, mert a palesztinok sanyarú helyzetének legegyszerűbb megoldása az lett volna, hogyha Yasser Arafat Camp Davidben 2000 nyarán elfogadja Ehud Barak és Clinton ajánlatát, megalakítja a palesztin államot, Jeruzsálem arab lakta negyedeinek fővárosával, ma már semmi problémájuk nem lett volna, a nehéz helyzetet felszámolhatta volna, a gazdaság prosperitásnak indulhatott volna, ő ezt valamilyen oknál fogva nem akarta, utasítást adott, hogy indítsák el a Al-Aqsa intifádát, a terrorháborút és ennek az egész sanyarú és keserű helyzetnek Arafat döntése volt az oka. Most az, hogy ki erős és ki gyenge, csak arra emlékeztetném önöket, hogy ez egy látszat dolog, mert ugye Izrael is egy pötömnyi ország, akármilyen erős hadseregével, a palesztinok mögött pedig ott áll egy egész óriási gazdasági, politikai súlyú arab és iszlám társaság, amelyek miatt valójában ők sokkal, de sokkal erősebbek. Köszönöm szépen, felvétel vége. Hány perc? 47 az egész. Köszönöm szépen.